Hölgyeim és uraim, az elmúlt 14 évben a varázslatos Magyarország nagyon nagy utat tett meg. A tevékenységei rendkívül sokszínűek a természetfotózás és a természetvédelem területén. 14 évet nagyon nehéz megmutatni, de most következik egy kísérlet kevesebb, mint 5 percben. Ez a varázslatos Magyarország. Íme. Ez a 13. díjátadó és az első meghirdetett pályázat óta több ezer természetfotós, több mint 40 ezer fotóval mérettette meg magát. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus szám. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek több mint 13 év után is. Azt gondolom, hogy az egyik legszebb pillanat az évben. Kívánok mindenkinek kellemes képnézegetést. Az elmúlt években nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a fotográfiának ez a sajátságos és nagyon fontos iránya is szerepet kapjon mind a kiállításainkban, mind pedig a gyűjteményünkben. Varázslatos Magyarországgal való együttműködésünk már hosszú évekre tekint vissza, és igen nagy becsben tartjuk ezt a közös munkát, és nagyon örülünk annak, hogy ez a fotópályázat évek során nagyon rangos eseményén nőtte ki magát itt a hazai szintéren. Azt szoktam mondani, hogy ez a pályázat tényleg így kirepít minket, tehát sokkal többször megyünk ki szerintem az inspiráció miatt. Azt javaslom mindenkinek, hogy tényleg fotózzon sokat, induljon ezen a pályázaton. Én viszonylag új vagyok ebben a szerepben, mert én eléggé aktív pályázó voltam korábban. Én úgy gyűrizek, hogy az első élmény az mindjárt meghatározza a 80%-át. Ez a tetszik, nem tetszik alapon, és utána kezdek el azzal foglalkozni, hogy milyen mögöttes tartalom, milyen etológiai töltet van benne. Mit gondolsz, a magyar természetfotózás hol tart a világban? Nyilván azt gondolják majd sokan, hogy udvariasságból mondom, az élvonalban van. Hello and good evening, greetings from London everybody. I just thought I'd say congratulations to all the winners tonight. Szeretném megkérni Máté Bencét, Putyó Imrét és Daróczi Csabát, hogy fáradjanak ide a színpadra. Arra kértük őket, hogy a saját képeiket elhozva egy kicsit mutassák meg azt, hogy ők azokat a képeket annak idején hogyan is készítették. És akkor, hölgyeim és uraim, vágjunk is bele. Az év 9 hónapja során minden hónapra kitaláltunk, hogy melyik UNESCO jeles nap legyen, aminek a témájában kérjük a pályázatokat. Például a biológiai sokszínűség, környezetvédelmi világnap, vagy a vízvilágnap, vagy a fényvilágnapja. Megkérem Gál Pétert, a VM alapítóját, és Kövesi Eszter ügyvezetőt, hogy fáradjanak a színpadra, és ők adják át a díjakat. Következzék egy képes összeállítás a 3. helyezett munkáiból, és utána kérem, hogy fáradjon a színpadra. Lássuk! A Magyar Természetfotó nagydíjának 3. helyezettje Kocsis Ferenc. Ez egy varázslatos pillanat, tavaly 4. lettem, és ez, el sem hiszem, hogy ez történt velem. Szeretném megköszönni Gál Péternek, Varázslatos Magyarország munkatársainak, támogatóinak, és természetesen a zsűrinek, hogy majd ünnepelhetünk. A Magyar Természetfotó nagydíjának 2. helyezettje Kaszás Norbert. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a zsűri egész éves munkáját, és ugye ott létrehozták ezt az egész eseményt. Jó kis év volt, sok izgalommal. Köszönöm szépen mindenkinek, és gratulálok a többi fotósnak is. Szépen gratulálunk az ezüst darúhoz. Itt az idő, hogy kiderüljön, hogy ebben az évben kiérdemelte ki a természetfotó nagydíját. Jöjjön egy összeállítás az ő képeiből. A Magyar Természetfotó nagydíjának első helyezettje, azaz a Magyar Természetfotó nagydíjasa, Daróczi Csaba. Tavaly egy éve tettem ezt a kihívást magamnak, hogy ilyen egyszerű eszközökkel mit érhet el az ember egy ilyen fotópályázaton. És talán azt szerettem volna ezzel bizonyítani, tényleg nem a technikán múlik a dolog, hanem megfelelő szakértelemmel, illetve szemmel, alázattal, szorgalommal állunk a természethez. Ilyen egyszerű eszközökkel is úgy látszik, hogy lehet sikereket elérni.
úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Eszméletlen emberfeletti munka, amit a VM csapata csinál, és egy nagy tapsot rajtam kívül nekik is még szeretnék kérni, úgyhogy köszönöm szépen.